kép jó reggel, szombat van. Kérdezzetek, én akarunk menni a boltba. Erre meg ivákolás, stb. És megjelent a burnyi. Hol? Hol vagy? A kocsi alatt. Kocsi alatt van? Elment arra. Na, Kiri, hol vagy? Évi kirakta neki a kaját. Na, gyere, egyél. Hey. Gyere. Majd oda megy, az csak. Hát a fasz fog rád várni most ennyit. Na, madarak már megint leszarták a kocsit. Francba. Valahol itt anyáznak fönt. Na jó, mindegy. Leöblítem aztán. Ennyi. A gyerekek, ez a macska nagyon meg lehetett verve valamikor, mert most már mióta jár ide? Két hónapja körülbelül? És nem jön a közelünkbe. Most már annyit elérzünk, hogy nem szalad el azonnal, mikor ott hátul megkapja a reggelit. Két lépés távolságot még megtartja. De ha nyúlsz feléje, akkor azonnal távozik. Szóval, na jó van, megyünk. Hát miért nem kagyarodnak ki? Pirosok, ki lehet menni nyugodtan. Jöttek. Pillanatra meg kell állni, ennyi az egész. Onnan, ha nem jön semmi, dehogy nem, oda nézze. Az már komoly ellenfél volna, mi? Megállsz? Meg. Jó, onnan jön, azt gyorsan leelőzzük. Szóval, először is megyünk tankolni. Aztán már elég sokat kell menni. Már belehúznak ebben? Ja, most a Toyotát építik. De keményen ám. És már csinálják az alapokat. Alapokat, mert most már tehet, planéroltak mindent. Most már valami daru is van. Tehát mit csinál? Mekkora lesz ez? Marha nagy lesz. Így is elég nagy volt. Bővítik, hát így is, igen. Na, szóval... terveztük, hogy veszünk malcsot, de hát úgy döntöttük, hogy elhalasszunk jövő hétvégére. Gyönyörűen a én helyemre beállt ez a szemétláda. Megyünk akkor a 12-esre. Na, ott van az a bizonyos malcs, a kékben, ilyen piros színű malcs, de a jövő héten viszünk belőle, úgyhogy most csak tankolás lesz. Oké, gyerekek, aztán majd folytatjuk. Na, elkezdtem a tankolást. Közben lehet tévét nézni. Csak annyit szeretnék még mutatni gyorsan, hogy a benzin ára szépen megy lefele. Még valamelyik nap 2,50 valamennyi volt, meg 2,70. Most nézzetek oda. Szépen lemegy. Na majd ebből a malcsból fogunk venni majd, de csak a jövő héten. Gyönyörű az idő. Szevasztok! Jaj! Ez a szombat, megyünk vásárolni. Már helyre be kell menni. Na, sziasztok még egyszer innen is. Évit kineveztem operatőrnek, és nagyon nagy örömmel vállalta, mint a... mi a fene? Segédrendező. Nem szereti csinálni a filmezért. Na, mutasd a tököket, hol vannak a tökök? Már nincs tök. Már egy sincs. Egy sincs. Egy sincs. Gyerekek, itt ez, mutassatok közben, ez a rész itt. Ez sárga volt a pumpkintól. És a végén ugye előző pénzért adták, de volt vagy mit tudom én, 5000 darab. A
aztán utána már kiírták, hogy ingyen viheted, de már akkor már a kutyának nem kellett, hogy ment a szemét, nem értem én ezt. Még nem tudták olcsóban adni ezt a Halloween tököket. Gyakorlatilag Thanksgivingig még fönt lehet, mert a Thanksgiving is a tök az ősznek a jelképe, úgyhogy gyakorlatilag nekünk még ott van a padon. Hát szóval gyerekek, láttátok a csatorna új címét. És hát nagyon szépen köszönöm az ötleteket. Úgyhogy, és a másik, hogy ennyi beírást még egyszer nem kaptam. Soha. Meg szerintem nem is fogok. De nagyon hálás vagyok, és tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nagy segítség volt, mert így le tudtam mérni, hogy körülbelül mi az, amire érdemes odafókuszálni, és, vagy reflektálni. Jó, szépen beszélek? Igen. Nagyon igyekszem intelligens módon viselkedni és fogalmazni. Szóval körülbelül úgy az arány megoszlott, mert volt, aki arra utal, hogy legyen benne angol, legyen benne magyar, legyen benne a nevem, a konyha, esetleg a föld, stb. Stb. De a legtöbben a Jani bácsi konyhája címen, vagy pedig a Florida, ugye látjátok a kommenteket, ha esetleg gondoljátok, hogy érdemesnek tartjátok, hogy visszanézzétek, hogy melyik kapta a legtöbb szavazatot tulajdonképpen. Na úgyhogy ez a videó már az új címmel lesz felrakva, és hát a címet már láttátok, még nincs eldöntve a részemről jelenleg, most ebben a pillanatban, hogy közben filmezzél az Aldira is, hogy az új Aldi. Talán készen lesz pár hét. Most már, hogy festik. Mit mondtak, hogy mikorra lesz kész? Állítólag decemberben, de nem tudom, hogy... December elején, nem? Nem mondtak dátumot, még nincs bedátumolva. Ja. Hát szóval nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, ezzel a segítségért. És fölkuszabadra jött be a zaj. Nagyon hálás vagyok, és nagyon nagy segítség. Így legalább le tudtam mérni azt, hogy körülbelül jó-e az a elképzelés, amit én is úgy elképzeltem, hanem én egy gyere a kurványát. Jó van. És majd ki kell bleepelni. Az lett a cím, ami a legtöbb javaslatot kapta. Tehát valószínűnek tartom, hogy a Jani bácsi konyhája, vagy pedig a Florida, vagy János Kitchen, szóval benne lesz egy angol szó, és aztán majd oda alulra, még oda még be lehet tenni, még a, mondjuk az, hogy a főzés és élet. Szóval akkor ez minden egyes videónak az aljának lesz. És akkor ezzel én ezt a témát lezártam részemről, és tényleg még egyszer nagyon köszönöm a segítséget. Majd meghálálom nektek, jó? Kaptok majd egy jutalommal. Fagyit, vagy valamit majd veszünk. Aztán feladjuk. Fénypostán küldöm a finom floridai fagylaltot. Na. Megyünk húst venni. És itt a McDonald's mellett? McDonald's. Itt szoktam húst venni. Ez a legjobb hely szerintem. Itt mindig friss, itt mindig. És viszonylag ez ilyen kontraktoroknak a boltja végül is. Ez a Gordon Food Service, már mutattam egy pár szót. Na jó, akkor aztán majd megyünk tovább. Na, megjöttünk, illetve nem megjöttünk, kijöttünk a boltból. Gyerekek, ez egy ilyen. Tudjátok, egy ilyen. Mennyi volt, 80? 89 cent. 89 cent vettünk mindjárt. 8 darab volt a limit. Mi vettük 8-at gyorsan. Mit vettük? Tojást, halat, halacska. Ez is 1 dollár alatt volt.
a kenola, tehát a repceolaj, egy ötös a egy fokhagyma, kecskesajt, ebből majd lesz valami a csehszlovák kaja, amit a puliszka, vagy mit tudom én mi az, meg mi a fene, jalapeño cheddar, ez egy kicsit olyan csípős. Hát ezt úgyis csak te eszed. Kolbászavics. Na, és akkor megyünk tovább. Na, megyünk tovább. Szóval... elmegyek oda végére, mert ott jobb fordulni. Kis spanyol csaj volt a pénztáros, ugye? Helyes volt, helyes kis csaj. Aztán mindjárt vigyorognak. Én mondom meg, ¿cómo estás, amiga? Bien, bien, gracias. Hogy, hogy vagy? Köszönöm, köszönöm. Hát igen. Na, hogy állunk? Ja, azt mondjátok, nem magam, azt megyem, nem magam, azt veszem. Na, most megyünk a, hova megyünk? Home Depot-ba. Van egy kis dolgunk ott is. De aztán velebb csere jön, hamarosan. Hát ilyenkor viszi, mert nagy a felbontás, 1440-ben azért az veszedi. Nem is tudom, hogyha izébe venném 720-ba, nem is tudom, valami 4 órán át jó lenne rá a bateri. Mindig, ahogy növelem a 1080, mit tudom én, akkor mindig kevesebb ideig. 3 percet beszéltél. Most mennyi van? A franc tudja meg. 3 percet beszélt és 51% volt. 38. Ilyenkor szokott késni a bekapcsolásnál a hang már, de hát hoztam még 2 baterit, itt van a zsebemben. Na, van egy németországi beírom, kommentekkel, lehet, hogy már sokan nem nézik vissza mire a kommenteket, de szeretném a többieknek is elmondani. Hát, hogy ő neki volt egy olyan véleménye, hogy én a magyarok szerint nagyképű vagyok. Hát gyerekek, akkora nagy képen van, képzeltek, hogy be akartam ülni a kocsiba, és így oldalra kellett fordítani a fejemet, mert nem fért be az ajtót, basztam én. Azt mondja, hogy most mi a lófaszról beszél? Hát, figyelj, vannak a nagyhasú kamionosok, hogy nem tud beülni így normálisan, így ahogy most én ülök, hanem így el kell fordulni, és háttal megy be a kamionba, mert ugye a hasa olyan. Na hát nekem ugyanaz nagy az arcom. Nagy arcom van, azt mondja. Legalábbis az ő véleménye szerint, hogy ez a vélemény van rólam. Hát figyelj gyerekek, nekem lehet, hogy van nagy arcom, de van mire. Akkor is nagy volt az arcom, amikor... Mire alapozta, hogy... Nem tudom, mire. Általában, így gondolom úgy, válaszoltam. Általában... Gondolom, hogy megválaszoltad. Na, mert inedelmes voltam. Igen. Nem küldtem el a kurva anyjába. Ahogy szoktam, úgy néha ilyen embereket, itt de... Itt ki kell majd blípelni, hogy bibi. Ja. Szóval... Nem küldtem el sehova. És utána nem blokkoltak ki. Nézze, de majdnem összemegy. Igen, láttam. Úgyhogy vannak esélyek, de ő úgy írta, hogy ez nem az ő véleménye, mert utána odaírta ezt. Ez csak ő gondolja, vagy tudja, vagy mit tudom én honnan szedtem. Mennyi elé, mert... Bár én még jelzést nem kaptam sehonnan, ez volt az első, hogy nagy az arcom. A gyerekek, akkor nem volt nagy az arcom, amikor meg az Évinek sem, amikor 50 fokos melegbe ástunk, ugye, szar 7 dollárért, akkor nem irigykedett senki, igaz? Már felállították a sátrat a karácsonyfákhoz, nézitek? Azt nem irigyelte senki, ugye, hogy a 2 kisgyerek ott volt az árnyékban, mi meg dolgoztunk, hogy a marhák azért, hogy legyen kajára pénzünk, és hogy túléljük a hetet. De mindent kifizetünk, nem maradt pénz semmire. Otthon ilyenkor azt mondják, hogy de a kocsma bezzeg hangos. Ó, oh, ja. Itt meg a Home Depot hangos. De a Home Depot bezzeg hangos. Ez a Home Depot. Építkezők, áruházok, vagy mit tudom én minek tudjuk. Nem merem bevinni akkor, mert bár az én mindig bevittem. Nyugodtan szerintem behozhatod. Hány. Jó lesz ez.
teszünk egy próbát. Megpróbálok filmezni. Most először boltba, de leszek olyan becsületes, hogy megkérdezem, hogy tiltja valami törvény, vagy mit tudom én mi. Nézzük, meglátjuk. Nézd, mit csinál. Na, szóval nem lehet ebben filmezni. Azt mondta a nő, hogy a személyiségi jogok, meg a fasz tudja mi, szóval úgy lehet, de csak képet csinálni, hogy lefotózom, amit akarok, de senki nem lehet rajta a filmen. Mert azt mondja, akkor ezért megsértem a mit tudom mi a lófaszt. Úgyhogy sejtettem én, hogy valami nem fog stimmelni. Na, két ilyen lécet vettünk. Na, elmegyünk a régi Aldiba, amit felújítottak. Mennyi barbecue sütő? 200 dollár. Ez ott benne is így rángatott. Mert beteg. Hát. A tűnyíró. Mit csinálnak ezeket? Egy hot dog 3 dollár. Ja, ilyen tehén vagy mi az ott? Workshop volt, de hát nem tudok arra fordulni, mert hajzott, hanem alig bírom tartani a kamerát ezzel a rossz a vállam. Ez nagyon nehéz kamera. Az. Nem az, hanem ahogy fordultam a vállam. Tudod, a forgó. Na, helyi járat. Egyszer már mutattam, hogy milyen sok ilyen megálló van. De utas nem de sok. De mit össze tollászkodik, mire elindul? Ja. Ez hihetetlen. Persze, mert ezek a buszok, amikor megáll, akkor így lemegy. Olyan, mint amikor lesüllyed, 10-15 centi. Két ami... nagyságű rendnek csaj mondja. A hidraulikája. Na, ott az Aldi bal oldalt majd. De most még nem megyünk be, hanem bemegyünk be. Viglaszban kell vegyek egy ventilátort. Nem tudod kikerülni, mert megint megáll a busz. Hát megbasszolom. Bekerülöm, ugye elmegy ez a kép. Nézd meg, és nem ad elsőbséget. Nem, hát. Ezek. Ha nem jön sem. Nézd meg, és rámúzott. Itt az Aldi. Kivágott mögülem, ja, itt van az Aldi. Az új. Hát nem új, ez nem az új. Ez a újra épített. Ez csak újra módosított. Kibővítették egy kicsit. Gyerekek, most megint elkezdtem sejpíteni, képzeljétek el. Ki kellett vegyem a protkómat, mert elkezdtem öklendezni, nem bírom elviselni. Ah. Bocsi, mosod, mi ez? Olajcsony. Olajcsony. Te víztorony. Látszik a munkahelyemről is. Ez az azért. Minden városban van egy ilyen. A langbótról is látni. Ugye? Pont így néz ki. Mindegy. Igen, igen. Minden városban van egy. És általában rá van írva a város. A város neve. Neve, igen. Erre mi van írva? Fodor János, főző csatornája. Az van ráírva. Mit szólsz hozzá? Ja. Na ide jövünk ebbe a Big Lac-ba. Spórolj sokat. Na, egy nagyot forgatsz. Yeah. Úgy kell spórolni, gyerekek, hogy közben költök ezzel. Ez érdekes, nem? Igen, hát az a spórolsz, amit költesz. Attól függ, hogy hol veszed meg. Hát akkor nem spóroltál sem. Nem már. Na,
vagy, egyszer már mutattam, hogy milyen sok ilyen megálló van. De utas nem de sok. De mit össze tollászkodik, mire elindul? Ja. Ez hihetetlen. Persze, mert ezek a buszok, amikor megáll, akkor így lemegy. Olyan, mint amikor lesüllyed, 10-15 centi. Két ami... nagyságű retteg csaj volt. A hidraulikája. Na, ott az Aldi bal oldalt majd. De most még nem megyünk be, hanem bemegyünk be. Míg lesz, ha kell, vegyek egy ventilátort. Nem tudod kikerülni, mert megint megállom. Hát megbasztozom. Lekerülöm, ugye elmegy ez a kép. Nézd meg, és nem ad elsőbséget. Nem, hát. Edek. Hát, ha nem jön sem. Nézd meg, és ráhúzott. Itt az Aldi. Kivágott mögülled, ugye itt van az Aldi. Az új. Hát nem új, ez nem az új. Ez a újra épített. Ez csak újra módosított. Kibővítették egy kicsit. Itt a víztorony. De látszik a munkahelyemről is. Ez a izé. Minden városban van egy ilyen. A langótról is látni. Ugye? Pont így néz ki. Mindegy. Igen, igen. Minden városban van egy. És általában rá van írva a város. A város neve. Neve, igen. Erre mi van írva? Fodor János. Főző csatornája, az van ráírva. Mit szólsz hozzá? Ja. Na ide jövünk ebbe a Big Lac-ba. Spórolj sokat. Na, egy nagyot spórolhatsz. Yeah. Úgy kell spórolni, gyerekek, hogy közbe költök ezzel. Ez érdekes, nem? Igen, hát az a spórolsz, amit költesz. Attól függ, hogy hol veszed meg. Hát akkor nem spóroltál sem. Nem már. Na, akkor ennyi. Na, egy gyors bemutató, hogy mit vettünk nagyjából. Milyen csak vizet vettem. Ilyen vizeket vettünk. Ilyen jó cukros, ilyen jó izé, ilyen ártalmas. Ilyen energy. Energia lófaszok. Strawberry milk, parmezsán. Műparmezsán, művíz. Az ja. Mű. Ez kávéba. Műkávék. Kávéba. Ja. Sütike. Süti, karácsonyi süti. Előre. Ja. És ajá. Akkor itt van. A rendes kávé. Ilyen üveges. Nyisd ki nekem azt a cappuccino. Kaffi, hideg, jeges. Abból most szippantyúzunk egy jót. Ugye, aztán menjünk tovább az Aldiba. Úgy fölfriss, vajá? Na, föl, én már fölráztam ott bent. Na, egészségtekre. Na, Évi is. Ez annyira finom, ez tényleg jó, ugye? Starbucks-os. Ja. Na, még mi van gyorsan? Hagyj mutassa meg kell a nézőinknek. Ilyen? Kell ilyen mostam. Kék. Akkor van ilyen kis sütő, vagy mi ez? Csillagtök, vagy mi ez? Igen. Ilyesmi, savanyú. Savanyú. Meg ilyen szíjszarokat vettünk csak. Na, ennyi. Azt megyünk tovább. Ó, bassza meg. Kérem, itt voltunk. Jufit, azt mondja. Hongkong. Az mi az a Hongkong? Kaja hely. Mi az a Tex-Mex? Az mire mondják? Bonus. Mire mondják? Az is kaja hely a Tex-Mex. Meg fish and chips, azt is beírták, az mi? Ja, az is kaja hely. Ugye az meg? Ja, látom, jól. Na, valaki beírta, hogy fish and chips, az mi? Az már is rég mehettem. Szerintem ilyen kaja hely. Sok helyre jár. Az nem izé? Nem, az egy kaja. A fish. Az meg itt milyen látok a kínai? Texas.
textol. És a út közepén megáll. Mert ő textol. Textel, vagy hogy mondja. Irogat. Ott a víz talán. Jó sok víz, nem? Nem látszik a felirat. Na meg is jöttünk az új, felújított Aldihoz. Ez nem az új, hogy azt látszik. Reggel mutattuk. Ez lett megnagyobbítva. Melyik irányba arra kifele? És azóta, öregem, felújították, telt házba. Leszarás. Mindig sokan vannak egyébként is. Na, egyen nem de voltam az előtt. Hát nem tudok hova állni. Mindenki azt hiszi, hogy... Ideálok. Ja. Itt sem tudom filmezni. Gyerekek, én nagyon sajnálom ezt. Nagyon szeretnék bent filmezni, de nem engedik. Én megkérdezem. Én illegálisan meg nem csinálom. Nincs árulják. Na, kész. Ha? Kijöttünk, hála a jó Istennek. A híres Aldiból. Hát gyerekek. Itt van minden szar, most ezt így külön-külön, nem tudom mutatni, hát ez a befejező, most már innen megyünk haza. Ez a happy ending. Ez a happy ending, ezt tudjátok, a happy ending. Ez, hogy megyünk haza. A masszírozás végén szokott lenni a szabadkezes. Hol a harmadik juice? Micsoda? Juice. Ezt rak, de jó hidegre gyorsan, ez ilyen fagylalt. Vagy nem tudom mi ez. Egy-kettő. Ja, ott van a szemem előtt. Na, mit csinál? Megkerestem a harmadik. Na, hát szóval így külön kommentál nélkül. Múltkor kaptunk ingyen egy ilyen zacsekot. Ja. Ez egy szép kis Aldis. Ma meg már egy 90. De hát, de jó erősek. Kellett volna mondani, hogy ketten vagyunk. Nem? Adjon még egyet. A Aldi abban különbözik a többitől, hogy ezek nem csomag, nem zacskóznak be semmit, hanem így ömleszve belebassza, hát és már megy. Otthon is a sokkal sajátodat sokkal gyorsabban viszont, megy. Nem? Otthon nem kell a sajátodat vinni? Ja. Nem tudom, hogy otthon hogy megy, majd elmondjátok a otthoni Aldiba. Szeretjük egyébként, nézzétek meg itt mögöttem, mennyien vannak. Nagyon népszerű, és egyre népszerűbb. És majd már alig várjuk azt a másikat is, hogy megnyíljon ott, az közelebb van. Közelebb van hozzánk. Úgyhogy... Egyébként ennyi volt a szombati bevásárlás hétvégén. És nem vettünk húst, láttátok? Vettünk húst? Nem vettünk. Nem vettünk húst. De van. Na, hát aztán majd otthon egy valaki kérte tőlem, hogy egy kedvenc ételemet, amikor Németországban dolgoztam, most maradjunk a németeknél, a mai nappal kapcsolatban volt ugye egy német Tóth nevű, azt hiszem Tóth nevű, és volt egy másik, aki kérte, hogy vegyem le, amikor kint dolgoztam, hogy mi volt a kedvenc ételem, hát a cigányi steak. Ezt már el fogom készíteni. Meg vannak bolondulva. Évi. Évi itt marad. Eltűntem a szem elől. Na most már ilyenkor elegem van. Most már nem tudom. Magyarik faszon boltban voltunk. Képzeljük el, hogy megcsinálták ezeket a nyavajákat ott, ahol majd a Évi, ahol áll. Ott vannak azok az oszlopok. Azok eredetileg sárgák voltak. De azelőtt ilyen betontömbök voltak, és mindig neki mentek. Na most nézd meg, befestették izére, szürkére. Most itt van ez a rengeteg kuksi, ilyen 90 és 100 év közöttiek. Itt van. Azok úgy ki fogják ezt csapkodni ezeket az oszlopokat, ahogy kell. Kell. Ki fogják ütni, mert az a sárga színűt is kiütötték, akkor ez meg tízszer úgy belül meg beleolvad. Főleg majd ilyen szürkület akkor neki fognak menni. De legalább meg van erős. Azelőtt kitolták, összetörték mindent. Na
most már kezd bedurvulni, ugye? A Soroksári út. De most már megyünk az. 12 délre hozzánk azt a fit, ugye, délbe? Hogy vegyük föl most, mink? Mit tudom én. Mi? Fölvehetjük. Ja, akkor nem kell álljon, de akkor jó van. Minden esetre, akkor itt a... Hát még egy picit mehet a kamera, aztán utána megállítom. Nem kívánom megmutatni az ő lakóhelyüket. Semmi esetre sem. Úgyhogy majd csak amikor már szafit lesz. Na, fölvettük a szafit. Are you hungry? A little bit? Hungry a Sophie, azt mondja, éhes. You want pancake? Majd mindjárt hazaérünk, aztán már. Tegnap vettem neki egy nagy doboz ilyen pancake-et, meg azt a másikat is. Ez a pirabarölös valamit. Nézd, amit csinálnak? Ott csütik a barbikút a parkolóba. Ott a sárga ruhások. Itt. De innen most nem látszik semmi. Na, most már elég volt már tényleg. Na, a gyerekek, sziasztok, majd ott találkozunk. Aztán majd mutatom a mai. Elég gyors kaja lesz, viszonylag. Most ez miért nem mennek? Téblábornak. Mennyi az idő? 11:40. Hát gyerek, hogy elmegy az idő? Most kérem tisztelettel, most már itthonról. Ugye, mint mondtam, címben benne van a mai ételünk, egy német étel. Ugye a sorozatunk, próbálok csinálni ilyen európai sorozatot. A következő étel, amit majd el fogok készíteni, az még egy szoljanka leves lesz. Évi legnagyobb örömébe, mivel hogy savanyú uborka is van abban, úgyhogy szerintem nagyon fog neki örülni. Így van? A szoljankának. A izé, meg van olyan, hogy csalamádé leves. Annak is örülné? Ja, igen. Ja. Ez elég szarpara, ezt ki majd megoldom. Igen, amikor október 1975, az már rég volt, ugye? Október 17-én kimentünk az NDK-ba, hát akkor ott még eléggé keményen ment ám a kommunizmus, illetve a szocializmus, és az oroszoknak a segnyalása. Na most különösen abban a városban, ahol én voltam, ugye az volt a neve, hogy Karmax város, ugye Karmaxstadt, ma az a neve, hogy Chemnitz. És ennek a városnak az volt az érdekessége, hogy ott a város központban mindennek orosz neve volt. Elhiszitek ezt? Aki nem hiszi, nézzen utána. Jalta bár, Irkutsk hotel, Hotel Moszkau, stb. Egy vendéglő volt ott közelben, aminek az volt a neve, hogy Chemnitz, tehát a régi Chemnitzre emlékeztetve, ugye a Chemnitzer Hof, ugye a Chemnitzi udvar. Na, az jó hely. Ott tettem először ezt a tartár, úgy mondták, hogy tatár beefsteaket. Ott tettem először abba a Chemnitzer Hofba. De egyébként aztán itt minden, mondom, mindennek orosz neve volt. Nem is tudom milyen, Lenin sugárút, meg... Úgy tudjátok beazonosítani, hogy melyik az a Karmaxstad, aki nem tudja esetleg pontosan. Ahol van az a marha nagy Marx feje, mai napig megvan. Most, hogy voltak a bevándorló ellenes megmozdulások, ugye ott most először, mióta a bevándorlás van, emigrások, ugye, a Mutti behívta őket,
vendégeskedni, aztán az ott maradtak, aztán meg kinyírtak valakit ott a városba, aztán most már megunták, ugye, és akkor volt az jó pár napig, ment ott a cirkusz. Szóval ennek van egy másik, tehát ezt úgy is mondjuk, hogy Gypsy Schnitzel, szóval az is ennek az ételnek a megnevezése. Na most semmit nem vágunk túl, apra végül csinálunk egy lecsót, ennyi az egész. És hát ezt hát így végig nem fog, lecsót mindenki tud csinálni, de ezt kell odarakni legelőször, hogy ennek kell a legtöbb idő végül is, a főzési idő. Kicsit többet is csinálok. Pici különbség lesz csak ez a lecsó és a magyar hagyományos, tradicionális lecsó között. Mégpedig az, hogy fogunk használni paradicsom pasztát, tehát sürítményt. Úgyhogy teszek bele, hát ennyi van, ezt el akarom használni, belevágom. Van egy kis szószom is, ugye, paradicsom szósz bőve, azt teszek, és plusz ezt még húsleves lével fogom átkeverni, és meg ezt teszem rá. Ez egy lesz csak a különbség, egyébként egy és ugyanaz, mint a magyar lecsó. És közben, ahogy így dolgozok, eszembe jutnak dolgok, hát ugye nagyon híres a németeknél, ugye az Oktoberfest, ugye az októberben van ez a nagy, nem is tudom mi ez, fesztivál. Nagyon szerettük egyébként, mint magyar fiatalok is, ökölsütés, stb. Na és ez egy jellegzetes étele volt a cigány steak ennek az ünnepségeknek, és a, ha hiszitek, ha nem, szójanka leves, ami eredetileg orosz, ugye nem is német. Szóval rengetegen kérték, és nagyon finom az is, bár először megdöbbensz a ízén, de hát nem vágok a dolgok elébe, el fogom azt is készíteni, megmutatom, hogy miről van szó. Úgyhogy mindjárt az első nap azt tettünk, aztán ott is hagytuk. Meg prühét, húslevessel, nyers tojással. Hát a magyarok mind erőlevesként, ugye, amikor belerakják a forró húsleves lébe a nyers tojást, és így átkeverik. És ugye a paprika megvan, hát a hagymát azt körülbelül ugyanakkorákra vágjuk, szóval nem kell sem karikára, sem mit tudom én, hát szóval nézd meg így, és ennyi az egész. És ez bőven megfelel ennek az ételnek az elkészítéséhez, szóval nem aprítjuk nagyon össze, nem is karikázom, szóval így. Ha gondolod, hogy ezt el fogod készíteni, nagyon egyszerű dolgod lesz. Ugye, a lecsót már mutattam sokszor, úgyhogy ez könnyű kaja. Most a hozzáértők meg fognak döbbenni, hogy a úgynevezett Knorblau, ugye a fokhagymát én rakok bele, igen, én teszek bele, ők nem raknak bele, de én teszek. Mert én szeretem a lecsót fokhagymával, szóval látjátok, itt megint eltérek egy kicsit. Én nem mindig ugyanazt csinálom meg 100%-osan, van amikor igen, de pár százalékban azért el szoktam térni. Ezt ugye elnézitek nekem, azért nekem is van egy elvárásom, egy különböző ételekkel, és én a lecsót fokhagymával készítem el. Minden esetben teszek bele fokhagymát, ezt már többit nem teszem bele. Ugye Schweinsmalz, zsír, disznózsír, smalci, szóval gyerekek, oda pattintjuk együtt a hagymával a paprikát is. Úgy, és ezt szépen kicsit megdíszteljük. Őre egy kicsit megsózzuk. Hopsz, ez darabos lett. Nagyon keveset teszünk rá, hamarabb fog ide puhulni.
miközben vágom a paradicsomot, Szerdi megkérdezi tőletek, hallod azokat, Tibár, az Oktoberfesten, amikor van az a nagyon híres német hagyomány, a kolbászhúzó verseny. Amikor az a lényege, hogy a két német, a spiszik, vagy a bajorok, ugye van egy ilyen hosszú kolbász, és akkor a szájukba veszik az egyik az egyik oldalra, a másik oldalról. És akkor közben kell enni. Ugye ezt ismeritek? És akkor a wurst essen. És ugye a magyar is odament, és ugye az győz, aki a legtöbbet meg tudja enni. Ugye meg van felezve a kolbász középen, az látszik, meg van jelölve, és akkor úgy kell enni, hogy közben húzza is, és nem szabad, hogy kihúzza a szájából. És akkor ugye a magyar gyerek is odament, és akkor bemond a szájukba a kolbász. Azt mondja a magyar, szereted a kolbász, német? Azt mondja erre a német, ja! Engedett egy kis levet, a fokhagymát kihagyhatod, ha nem akarod bele. Én beleteszem. Így már nem ég meg semmi, mert már van egy kis lé. És szépen főzögetjük, ugye megsóztam. Én azt hiszem egy evőkanál cukrot pattintok rá, már most mindjárt. Engem egy evőkanál cukri, és egy kávéskarányi őrölt fekete bors. És ezzel be van fejezve egyelőre a kiszerezés. Illetve nem egyelőre, hanem kész. Jó, és akkor ezt így kicsit visszavesszük. Először ugye megdínszteljük rendesen, üvegesre mindent, és majd utána jön a felfőzés a paradicsommal. Mi hozott valahonnan egy ilyen kis, ebben olívaolaj volt eredetileg, és hát ugye leszedtem róla a címkét, mindent, leáztattam, lecsiszoltam, lecsiszoltam, igen, úgy kellett, mert ilyen ragasztó volt rajta, és akkor ezt én úgy gondolom, hogy megtartom. És volt benne ilyen dugó, így. Képzeljétek el, nekem van itt Magyarországról egy hasonló karakterű ilyen feles. Jól néz ki, ugye? Szóval, és akkor volt egy másik üveg, abban viszont egy teljesen másfajta dugó volt, egy ilyen. Mert nem tudom, ilyen luk van rajta. Na most ez, erről megint eszembe jut valami. Na, hova használták ki? Ki tudná megmondani, hogy hova használták ezt a fajta dugót? Magyarországon, a kórháznál. Mit gondoltok? Na, majd elmondom, csak addig gondolkozzatok rajta. Megüvegesedett, igaz? Most már rátesszük a paradicsomot. Ezt is egy kicsit hagyom, hogy együtt párolódjon vele. Essen széllyel egy kicsit a paradicsom. Tegyük ugye a paradicsom pasztát. Ugye a magyarok nem használjuk, de ennél az ételnél ez lényeges, hogy a mexikóiak is szeretik használni ezt a sűrít, mert rendkívül jó az illata. Ráteszik a paradicsom szószt. Tedek ki egy kis húsleves lét, nem csak így. Körülbelül ennyit. Oké. Nagyon keveset hozzáöntök, ugye ez nagyon forró. Szépen ez a habverővel csomómentesre elkeverem. Ennek sűrűnek kell lenni majd a lecsónak. Szóval nem teljesen ilyen leveses lesz, hanem ez kicsivel másabb. És még higítunk rajta egy kicsit. Szóval a lecsó készítésnek egy másfajta módja. Németesen. Ja. És már is
ráteszik. Szépen lassú tüzön felfőzzük, illetve megfőzzük. Teljesen. Ezt még belebrittem. Ja, mondhatod, hogy a Évi itt mondott valamit. A maradék húsleves lévő, beleöblítettem ezt az egészet. És ez így körülbelül ez a mennyiség, ez így megfelel. Le fogom takarni, leveszem közepesre a tüzet, és hát legalább egy fél órát főzöm, és majd megnézem utána, hogy mennyire fogult meg a hagyma és a paprika. Ezt csak a demo kedvéért vettem elő. Tehát ebben még te tehetsz, mivel... Tehát cayenne pepper, ez eléggé erős, és plusz ugye van itt a crudo pimenta roja, ez is egy ilyen erős paprika, szóval vagy szemes, vagy darált, bármelyikből tehetsz bele. Ez, mint ahogy a magyaros szűzét van, az is egy kicsit spicy, ugye? Elfogadható. Nem kell méregerősre, de én nem teszek bele egyikből sem, mert akkor Évi nem eszi meg. Következő fontos rész, következik ugye a klofolás, a hús. Nem csinálunk nagyokat. Ez ilyen egyevésnyi adag lesz. Majd sózzuk és borsózzuk, más nem teszünk rá. Bocsánat, csak sót teszünk rá. Elnézést. Majd egy, hát egy, én úgy gondolom, a három tojás az bőven elég lesz ehhez. Feltörjük, felverjük. És akkor a fekete bors, az a lisztbe megy. Oké? Szóval nem a húsra tesszük, csak a lisztbe. A hagyományos módon ja, szépen liszt tojás prézli. Ugye mind a rántott húsnál szokás. Szeretem egy kicsit tovább bent tartani a prézlibe, jobban rá, és egy kicsit megnyomkodom általában. Bármire húsról van szó, csirkéről, szányról, bármiről, és akkor jobban ott marad. És akkor hagyod egy kicsit állni, akkor meg is, ez milyen a fekete itt. És jobban rá is keményedik, hogyha hagyod állni egy kicsit. Egyébként az akkori NDK-ban az élet színvonal nem volt rossz. Egy probléma volt mindössze, ezek nem mehettek sehova. Még a szocialista államokon belül is problémák voltak, Jugoszláviában egyáltalán nem mehettek. Szóval a lengyelekhez is csak ilyen, mit tudom, milyen papírok kellettek. A Magyarországra személy igazolványal jöhettek, tehát ők nem kaptak útlevelet. És nyugatra meg aztán felejtsd el, hát az csak nagyon kiváltságosaknak volt. Ugye rendes útlevelük, de az is nagyon-nagyon szigorúan be volt szabályozva. Sőt, amikor Magyarországra jött, akkor mit tudom, be kellett jelentkezni az ottani rendőrségen, akkor azt beregisztrálták, amikor visszament, akkor újra, akkor kellett munkahelyi javaslat, szóval rettentően meg voltak fogva a németek, hát azért is volt, aztán belázadtak mind a hétszentség. Szóval ott valószínű, hogy ott volt a legmagasabb az életszínvonal a szocialista államok közül, de viszont ott voltak a legjobban megfogva. Ugye a magyarok azok mehettek azért jobban mindenfele, és ezek próbálkoztak szerencsétlenek ugye átjutni. Hát mi meg igyekeztünk megakadályozni, mint határőrök, szóval elég nem szép dolog volt ez részünkről, de hát akkor ilyen időket éltünk, kérem. Szóval ezt kellett csinálni, nem tudtunk, ellene nem tudtunk csinálni semmit. Aztán most ugye, hogy jönnek ezek a Közép-Amerikából is föl, ugye Amerika
déli határaira Mexikon keresztül, hát eléggé nagy feneket kerítettek neki. Szóval összevonják a dolgokat, ugye a Trump, meg a Orbán, mit, ugyanaz kell csinálni, ugyanazok a problémák. Szóval zajlik az élet mindenhol. Ez is megvan a panírozás. Évi felrakta ugye a krumplit, a fagyasztott krumplit a hőkeverősbe, és kezdjük el sütni a hús szeleteket. Ebben a előre felhevített olajban. Nagyon óvatosan. Az egészet ki fogom sütni. Szofi is itt ebédel velünk, hát nem tudom, majd ebből fog enni. Vagy ő neki a Évi külön még valami más csinál. Na, jó lett volna, belefért volna mind. Ez talán mindegy. Akkor várunk vele. Kérem tisztelettel. Cigajnázték. Szóval épp befejezni akartam a mondatot, erre megáll a kamera. Hát beszarás. De hát akkor még ezt nem tudom, meddig vette. Szóval nagyon szépen köszönöm a segítséget, a hozzászólásokat. És nagyon tisztelettel gondolok, nagyon nagy tisztelettel gondolok rátok, ez az aktivitásé, úgyhogy hát fogadjátok szeretettel ezt a videót is. Szevasztok, jó egészséget és hát kellemes hétvégét. Bye bye. Nos, ugye itt a nagy kapkodásban megfeledkeztem egy dologról, ugye említettem ezt a dolgot, hogy ez itt micsoda. Hát ugye itt ezt arra használjuk, hogy üvegbe bedugod, és akkor ezen keresztül ugye locsolod a olajat. Most mondtam ugye, hogy az Esztergomi Kórháznál ugye ezt a kis tárgyat, már közben. Szóval ezt a kis tárgyat, ez hasonló, ugye betekerték kézzel, és akkor a polgártársnak a seggébe ugye az aranyér műtét után bedugták. Ugye rajta volt ez a kis szellőző luk, és hát ugye a fing, ahol ki tudjon menni. Na most annak körülbelül ilyen hangja lehetett, hogy... Na, hát ennyit szerettem volna még elmondani nektek. És hát tényleg megyek, sziasztok! Bye.